Hát akkor szeretettel köszöntelek benneteket! Megnyitjuk a devizahiteles vándortáborunkat ezzel a szép sötétkék sátorral és a kék nyakkendővel és a gesztenyével, valamint a csákánnyal, amit ajándékba kaptam. Alig 2 héttel ezelőtt nem úgy sült el az oktogon, ahogy szerettük volna. Hát most másképp tartjuk ezt az oktogon, békésebbre vettük a figurát, mert úgy látszik, hogy a hatalom ki van arra éhezve, hogy minket valamilyen módon elkaszáljon. Ugye nem csak Orbánnál vagyunk már, hiszen mindenki azt mondta, hogy miért nem jövünk a felelősökhöz. Hát most itt vagyunk a felelősöknél, itt az OTP-nél, folyamatosan fogjuk csesztetni az OTP-t, a Rafit és a KNH bankot is, mégpedig azzal, hogy egész nap plakátolunk, egész nap beszédiket fogunk mondani, és egész nap harsogni fog az uzsorás, szólva ez Csányinak is. Bankok fenyegetése határtalan méreteket öltött, csak nézzétek meg az Alsóvérsi Hírhatárnak a minapi cikkét, amikor Sziget-Szent Miklóson keresik a blankplakátolókat, és ha jól láttam a képen, akkor egy elkeseredett családapa hátán egy gyerekkel éppen ragasztott a bank kirakatára a képen valamit, és ez az az ember, akit üldöznek a rendőrségen, és kérik, hogy aki tud valamit, az jelezze. Hát egy nagy szart, egyrészt nem tudok semmit, meg ha tudnék, se jeleznék semmit nekik, mert én jeleztem, hogy ezek a mocskok itt az OTP-be, a Rafi-ba, a KNH-ba és az összes többibe kizsákmányolják a népet, el akarják vágni a miniszterelnök torkát, és a bátor nyomozóink a mai napig szart se tettek ez ügyben. Hát ebből elegünk van, és ezt nem fogjuk tovább tűrni. Itt a két napon, szerda reggelig bankot fogunk plakátolni, hangoskodni fogunk, embereknek fogjuk felhívni a figyelmét erre a mocsokra, és hogyha hoznának a többi szervezetek, például Kásler Árpádék szórólapot október 20-ára, akkor osztanánk azt is, tehát itt várjuk őket nagy szeretettel, és biztos, hogy jó sok ember meg tudná nézni. Szerdán reggel átköltözünk Magyarország legnagyobb uzsorásának a lakásához, a Laura út 26-ba, a 12. kerületbe, és ott nagyon hangosan, folyamatosan dübörögni fog az uzsorázás, és hogyha valaki ehhez becsatlakozik, várjuk azokat, akiknek az OTP elvette a házát, mindannyiótokat várunk oda, el leszünk ott 2 napig, mutassuk meg, ha nincs házatok, akkor felköltözünk Csányihoz. Plakátolni fogunk, az a kérés, úgy egyeztünk meg, hogy mégis azért a lakosságot, aki még nem ébredt fel, azt ne csesztessük, az ajtókra nem teszünk plakátot, hadd menjen, aki még szeretné, hogy kifosszák. És egy jó hír, alig egy óra múlva Pécsen szintén megnyitják a devizahiteles vándortábort, tehát Pécsen is a bankok előtt felállítják a sátrat, és amíg mi kint vagyunk, ők is kint lesznek, és hirdetik az igét, és mutatják az embereknek, hogy bizony ezt hogy kell tenni. Hajrá Pécs! Hajrá Pécs! És az egyik szervezője Tóth János, aki ezt csinálja. A rendőrség biztosítja a rendezvényt, tehát mindenki jöhet bátran plakátolni, szabad, sőt kötelező, aki jön, az vagy hozzon, vagy itt kap egy ilyen kék nyakkendőt, és nyugodtan a többi helyszínen is lehet ezt használni. Egy a kérés a rendőrségnek, még Hungarocell csákánnyal se sújtsunk le az ablakra, mert az garázdaságnak minősül, hiszen másokban megbotránkozást okoz, tehát egyelőre a csákányokkal csak óvatosan, még ha Hungarocellből van, akkor is. Köszönöm, hajrá, várunk mindenkit! Hajrá! És akkor eszünk neki a plakátozásra.